Elegem van. Nem bírom tovább. Öngyilkos akar lenni? Ez gyávaság. Nem vagyok gyáva. És hogyan akarja megtenni? Mindegy. Ugorhatok is. Most már leszállhat. Látják? Még nem szánt el magát az ugrásra. Maradjatok már. Magának is fontos, hogy átélje ezt. Legyünk együttérzőek, ne ítélkezzünk. Legyünk türelmesek, óvatosan fogalmazzunk. Viszlát! Beszélni kell. Az alany nyomás alatt van. A telefonálók az egyik kérdésre minden bizonnyal nemmel fognak válaszolni. Ez mindannyiuk számára megkönnyebbülést jelent majd. Nem az a lényeg, mennyire súlyos a probléma, hanem az, hogy mennyire bántja az illetőt. Már a puszta beszéd is segít az öngyilkos jelölteken.
Tudtam, hogy jössz. Mik ezek az egértetemek? Pár bagoly költözött ide akkor. Kitöltük, amit nem tudnak megemészteni. Bagoly. Itt vannak. Mióta elmentél? Megnézném. Persze. Nem maradok reggelig. Persze. Mikor temetik? A hétvégén. Ez a ruha volt rajta. Elég szerencsétlen. Na mondd ezt. Én mondhatom. Én a lánya vagyok. Persze. Én csak a fia. Félsz közel menni hozzá? Már meghalt. Már nem él egy ideje. Én láttam ebben a ruhában. Régen volt. Igaz. De azért emlékszem. Rád is. Nem vagy éhes. Kész van, gyere. Most hogy vagyunk egymással? Jól vagy rosszul? Ha így kérdezed, azt hiszem inkább jól. Meg vagyok. Nem haragszom.
Itt alszol. A hidegben fáj még néha. Olyankor rám gondolsz? Nem csak olyankor. Hasonlítasz anyára. Annyira halott vagyok? Nem. Annyira fáradt. Na, nem ismered meg? Nyugi, nyugi. Tényleg öngyilkosokkal foglalkozol? Tényleg. Itt mindenki a földeken van. Nem vagyok paraszt. Azt mondják, miattad nincs férjem. Az ördög ismeri két magát. Én olyankor felmegyek egy lesre, és üvöltök csak. Így. Kutyák meg elfelelnek, hallod? Ne csináld ezt! Nem kellene felned tőlem. És mit beszélnek rólam? Semmit. Szidnak? Hát. Mondja mindent, ahogy ők mondják. Azt mondják, istentelen vagy. És eladtad az ördögnek a lelked. Ördög? Ez szép. Mondd tovább. Minek ismételjem? Mondd csak. Azt kívánják, hogy szakadjon ki a hasad és forduljon ki a beled. Biztos igazuk van. De azért rólad sem gondolhatnak sokat. Talán sajnálnak. Vagy bolondnak tartanak. Én vagyok a szegény félkegyelmű lánya.
Proklamak. Menjen. Ne hívj fel. Miért, mit mondanál, ha egy nap felhívnálak, és azt mondanám, hogy nem bírom tovább? Együttérző lennék. Türelmes, nem ítélkeznék. Hangom nyugodt és elfogadó. Ha azt mondanád, annyira el vagyok keseredve, nem bírom tovább, megkérdezném, foglalkoztat-e az öngyilkosság gondolata? Ha válasz igen, akkor részletesebben is rákérdeznék. Az egyik kérdése valószínűleg nemmel válaszolnál. Ez mindkettőnk számára megkönnyebbülést jelentene.